Ez a fiatalember Dér Leó. Érettségi után választotta a pincérszakmát. Jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrumban tanul. A vendégletes szerettem volna folytatni, nem mint beugrós pincér, hanem mint hivatásos, és úgy gondolom, hogy a Szakképzési Centrumban egy jó alapot kapok erre. Fél évvel ezelőtt diplomáltam, konkrétan érettségiztem Szerbiában, aztán jöttem ide, és úgy voltam vele, hogy egy sima gimnázium érettségi nekem nem elég. Leó 12 társával együtt végzi a szakmai gyakorlatát. Gellér István üzletvezető azt mondja, nagyon fontos, hogy a tanulók jó szakmai alapokkal érkezzenek, hiszen a vendég számára nincs különbség a végzett és a tanuló pincér között. A szakmák komoly hiánya kínlódnak az utánpótlás kérdésében, ezért fontos számunkra, hogy tanulók érkezzenek, és minél felkészültebb elméleti tudása, hogy könnyebb dolgunk legyen aztán a gyakorlati képzésben. Nincs is más alternatíva számunkra a tanuló kérdésben, mint a Szakképzési Centrum diákjai, hiszen ők már nem a gyerekek kategóriája, hanem egy érettebb korosztály, akik jobban használható nyersanyag számunkra. A legkönnyebben úgy tudunk mi is kiválasztani, hogy az itt tanuló gyakorlatot megszerző növendékekből tudunk válogatni aztán később magunknak megfelelő munkaerőt. A vállalati kapcsolattartóinkon keresztül azt látjuk, hogy a vendéglátás és a turizmus ágazatban rendkívüli igény van a munkaerő utánpótlásra, így mi is szeretnénk a képzéseinkkel alkalmazkodni ezekhez az igényekhez. A Szekszárd is megfogalmazta ilyetén módon az igényeit, és szeretnénk ezeket is kielégíteni az iskola rendszerünkkel. Ezek a képek már Tamásiban, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskolájának és kollégiumának oktatóbázisán készültek. Az iskolában 2 évtizede jelen van a vendéglátóipari képzés, melyet panziós és fogadós képzéssel bővítenek a jövő évben. Furján Katalin igazgatóhelyettes azt mondja, a fejlesztésekhez a Szekszárdi Szakképzési Centrum tárgyi szükségleteket is biztosít, ezzel lehetővé téve a magasabb színvonalú oktatást. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskolái és kollégiuma már nagyon régóta természetesen a helyi igényekhez próbál alkalmazkodni és azt kiszolgálni. Nem tiszta profilú az iskola, tehát több területen is, úgy mint gépészet, úgy mint építőipar, illetve turizmus, vendéglátás, valamint kereskedelem, megjelennek különböző képzéseink. Elsősorban a tamási turisztikai fejlesztésekhez, tehát mint gasztroturizmus, turisztikai kiszolgáló háttér dolgokhoz tudunk most felcsatlakozni mi a Vályiban, hiszen a Szekszárdi Szakképzési Centrum lehetőséget teremtett számunkra arra vonatkozó, hogy a 2020-21-es tanévtől a vendéglátó ipari turisztikai képzési kínálatunkat kibővíthetjük. Erre szükség is lesz, hiszen a településen a turizmusfejlesztés kiemelt cél. Mindig is hittünk abban, hogy Tamási erős lehet ezen a területen, legfőképp a turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, úgy mint vendéglátás, úgy mint egyéb ügyek kapcsán sokkal több van benne, mint ami jelenleg elérhető, és ugye nekünk van egy alapattrakciónk, hiszen erről már rengetegszer beszéltünk, hogy van egy termálfürdő, amire alapozhatnánk különböző turisztikai tevékenységet, és az évek során, hála Jóistennek, egyre előrébb jutottunk, és most már körülbelül olyan turisztikai attrakciók a megvalósulás fázisában vannak, amik önmagában generálnak szakemberre való igényt, valamint hogyha ezzel a kettős hatással, a minél több napos itt tartózkodásra képes attrakciók elegye ki fog követelni magának egy kereskedelmi szálláshely fejlesztést is, ami szintén körvonalazódik, hogy ebből fakadóan akkor gyakorlatilag teljes spektrumát le tudnánk fedni igényszinten azokban a formákban, adott esetben egy szálloda üzemeltetésben résztvevő szállodai recepcióstól egészen a pincér, a szakács, a különböző turisztikai szolgáltatások vonatkozásában lévő. Nagy öröm számomra, hogy Dömötör Csaba kancellár úrral egyeztetve, hogy a Tamási lába az SC-nek erősödik ezen a területen, és a vendéglátóipar és a turizmus képzésben látják ők is a potenciált, és egyre komolyabb a magyarországi gasztrokultúra, és az ehhez kapcsolódó úgynevezett profi, és hogy mondjam, a leggyorsabban reagáló, az új igényeknek megfelelően a leggyorsabban reagáló képzési szintekre lenne szükség, mert olyan tudást, olyan új technológiák, olyan új eljárások vannak ezeken a területeken, legfőképp a gasztronómia területén, amiben a képzési
forma eddig szerintem nem alkalmazkodott úgy, mint amennyire igény jelentkezni. Mi nagyon szeretnénk szoros együttműködésben az iskolával együtt dolgozni, itt tettük ezt még az elmúlt időszakokban is, hiszen a vágy az életünk része. Ezt a fejlesztést és gazdálkodást követi majd le a tervek szerint az iskola képzési rendszere. Rugalmasság abban is megnyilvánul a mi részünkről, hogy a felnőtt oktatásban is tudunk képzéseket kínálni. Konkrétan ez alatt azt értem, hogy érettségizett diákok számára a vendégtéri szaktechnikus képzési területre is tudunk beiskolázni a következő tanévtől kezdődően. Tehát Tamási város turisztikai fejlesztéseihez a képzett, megfelelően képzett szakembereket tudjuk biztosítani, én úgy gondolom, hogy a jövőben, hiszen erre vonatkozóan vannak olyan visszajelzéseink, hogy nálunk a vendéglátóipari turisztikai képzések minőségileg megfelelőek, hiszen a szakma kiváló tanulója versenyen a tavalyi évben is a pincér szakképzés tekintetében a 4. és a 6. országos helyet el tudtuk hozni. Tehát itt több évtizedre visszamenő hagyományokkal rendelkezik a VÁI a mesterségbeli tehetségfejlesztés területén, hiszen tavaly márciusban megkaptuk a kiválóan akkreditált tehetségpont kitüntető címet is. Számos megújulás vár a képzésekre, eddig csak a napokban elfogadott struktúraváltásra gondolni. Mindez a képzések átgondolására sarkalta a Szekszárdi Szakképzési Centrumot is. Ez jelentette egyrésztről azt, hogy a párhuzamosságokat újra gondoltuk, és jellemzően megszüntettük. Másrészt a közös ágazati tartalmú képzéseket egy tagintézménybe, egy iskolába szerveztük át, mert lényegesen előnyösebben lehet a forrásokat ilyen módon központosítani a tagintézményekhez. A munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodva újra gondoltuk az iskolarendszerű képzéseinket is. A közép- és hosszú távú igényekhez alkalmazkodva a Szekszárdi vendéglátó iskolában a turizmus vendéglátás ágazathoz kapcsolódóan a jövő évtől kezdve 5 technikumi képzést tudunk felajánlani az általános iskolás 8-os jelentkezőknek, míg a szakképzőiskolai képzésben 3 képzéssel jelenik meg a palettán ez az intézmény. De az a jó hírem van, hogy a második szakma megszerzése ingyenes még mindig a szakképzésben, így hogyha valaki a felnőttek közül úgy gondolja, hogy második szakmát szeretne tanulni, akkor ingyenesen megteheti ezt a vendéglátó intézményünkben, hiszen keresztfélében indulnak a turizmus és vendéglátáshoz kapcsolódó felnőtt oktatások, amik természetesen ingyenesek. Az a jó hírem is van, hogy a képzési feltételek is megváltoznak és javulnak. Már rendelkezésre áll a forrás, sőt készen vannak a kiviteli tervek is, így a vendéglátó iskola a következő évben meg fog újulni, és a régi épületét fel fogjuk tudni újítani. Az anyagunk elején találkozhattak már Leóval, aki érettségi után döntött a szakmaválasztás és szakképzési centrum mellett. A megújult tárgyi feltételeiben is korszerűsödő iskola a jövőben a hozzá hasonló jó szakemberek képzését tűzte ki célul. Ahogy a képzőhelyének vezetője elmondta, mindenkinek az a jó, ha olyan munkatársai lesznek, akik jó alapokon, minőségi képzéssel lépnek a munkavilágába.